A Genius Jótékonysági Alapítvány 5. éve valósítja meg a bentlakásos 3x3 napos biológia, kémia, földrajz tehetséggondozó hétvégéjét. Ez egy versenyfelkészítő hétvége. Természetesen a karantén nagyon megkeseríti a helyzetünket, ezért ugyanúgy, ahogy a matematikát, ezt is félig online, félig fizikális formában valósítjuk meg. Így a program elkezdődött már február 5-én, azaz tegnap pénteken online formában. Ma fizikálisan a 8 tehetségpontból behoztuk a gyerekeket foglalkozásokra, napi háromszori étkezés plusz uzsonna után visszaszállítjuk a gyerekeket, természetesen megtartjuk valamennyi foglalkozást, ami be volt tervezve, majd pedig vasárnap online formában fog szintén folytatódni az óra. Ez egy meghívásos tehetséghétvége, tehetségprogram, hiszen ősszel a 8 tehetségpontban több mint 2000 gyermeknek mennek a foglalkozások. Erre, ezekre a bentlakásos tehetséghétvégékre azonban ez egy versenyfelkészítő, tehát a legjobbakat hívjuk be. Így most 7.-8. osztályos gyerekek vannak itt, akik a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség által szervezett megyei vetélkedőkön első 10 helyezettet értek el. Így a Szentgyörgyi Albert kémia, Margintai Antal biológia, valamint természetrajz és a földrajz vetélkedők első 10 helyezettei. Ők tehát a nemzetközi, megyei és egyéb versenyekre készülnek itt, tehát 5-től 7-ig, aztán február 19-21 és március 5-7-én lesz majd az utolsó foglalkozásuk. A program szakmai referense Kohut Erzsébet, a biológia, kémia tanszéknek a tanszékvezetője, munkáját pedig két másik szakember is segíti a szervezés terén, Pap Géza, aki a Földtudományi Turizmus Tanszéknek a munkatársa, valamint egy másik kémikus, Bak Éva. Köszönjük a magyar kormánynak a támogatást, hiszen a miniszterelnökség, nemzetpolitikai államtitkárság, Bethlen Gábor alap közbenjárásával valósul meg a gyermekek számára teljesen ingyenesen, immáron 5. éve. Ez egy kicsit más jellegű, mint amilyen a matematika. Ennek van egy speciális tematikája, mégpedig konkrétan a Herman Otto Kárpát-medencei biológia versenyre készítjük fel a gyerekeket. Ugye ennek is most már hagyománya van, most már nem első alkalommal szervezzük, tehát már nekünk is van rutinunk, kicsit jobban is tudjuk, hogy hogyan is kell, milyen tematikát kell a gyerekek elé tárni, hogyan kell őket készíteni, hiszen ez a verseny, ez nem illeszkedik a mi tananyagunkhoz. Tehát egészen más jellegű dolgokra kell fölhívni az ő figyelmüket, talán csak egyet mondjak, ugye nyilván a névadó életrajzát mi nem tanítjuk, ez nem is lehet nálunk tananyag, tehát azzal meg kell őket ismertetni, bár ez egy remek dolog, hiszen mindnyájan tudjuk, hogy Herman Otto egy különleges, érdekes személyiség volt, ahogy mondani szoktuk, talán az utolsó polihisztor. Ezen kívül ugye számos olyan megjelölt újságcikk van a Természet Búvár labban, amellyel szintén a gyerekek csak ezen a foglalkozáson tudnak megismerkedni, hiszen ez nem olyan könnyen elérhető számukra. Tehát kb. Így néz ki ez a hétvégén, tehát mi gyakorlatilag a gyerekeket erre a versenyre készítjük. És ugye az is köztudomású, hogy ide a gyerekek meghívásos alapon kerülnek, tehát ők már ezt megelőzően a KMPS által szervezett biológia vetélkedőn már teljesítettek, utána itt felkészítjük őket, és majd az utolsó foglalkozáson megversenyeztetjük, gyakorlatilag az lesz majd a megyei középdöntő, és az ott legjobb eredményt elért két gyerek, két tanuló, két hetedikes, nyolcadikos, vagy két hetedikes, két nyolcadikos gyerek fogja képviselni Kárpátalját a Kárpát-medencei megmérettetésen. Erre majd remélhetőleg Magyarországon kis új szálláson kerül sor. Remélem, hogy már olyan helyzet lesz, hogy személyesen részt tudnak rajta venni. A személyes kapcsolat az mindenkinek sokkal jobb, én is jobban szeretek személyesen, nem pedig néha sok esetben még a kamerát sem kapcsolják be a gyerekek, tehát csak hangokkal kommunikálni. Bár azért el kell, hogy mondjam, hogy azért már van a gyerekeknek ebben tapasztalatuk sajnos, nekünk is van benne tapasztalatunk, tehát mi már tegnap délután a foglalkozásokat így online tartottuk. Ma ugye mindenki itt lesz, beutaznak, hogy meglegyen ez a kapcsolat, hiszen itt azért akkor többféle információval tudjuk őket ellátni, illetve fel tudjuk hívni a figyelmet egy-két olyan dologra, hát meg kialakítjuk azt a bizonyos személyes kapcsolatot. Minden ilyen hétvégén nem csak a tudást szeretnénk átadni nekik, hanem azt is szeretnénk, hogy barátokat szerezzenek, élményeket szerezzenek, egymást megismerjék, tehát hogy másféle inspirációt is kapjanak. A Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz földtan versenyre készítjük fel a diákokat, azokat a diákokat, akiket a tavalyi KMPS által szervezett természetismeret és földrajzvetélkedő alapján hívtuk be, az első 10 helyezettre
kell itt gondolni. A tavalyi 6 és 7. osztályból, ugye ők most 7. és 8-osak. Ebben az évben összesen 11-en vannak, 5 darab 7-es és 6 darab 8-os gyerek jelentkezett be a képzésünkre. Közülük kerül majd ki a 3 hetes képzés végén az az egy-egy gyerek, aki képviseli Kárpátalját a magyarországi versenyen. Sajnos a karanténintézkedések a felkészítő hétvégékre is rányomták a bélyegét, és most egy ilyen hibrid megoldásba dolgozunk. A tegnapi nap kezdődtek el a foglalkozások online térben. Létrehoztuk a Google tantermeket, ahol megtartottuk a foglalkozásokat a kollégákkal. Szerencsére ma tudunk személyesen találkozni, és elvárásaim nagyok a személyes találkozótól. Itt sokkal eredményesebb munkát várok el, sajnos holnap ismét online térben fogjuk folytatni a munkát. Ez a rész már inkább a számunkérésről fog szólni a vasárnap. És bizakodunk abban, hogy 2 hét múlva már menetrend szerint az eddig jól megszokott rendben személyesen fogunk találkozni teljes hétvégén. Eredményeink mindenképpen vannak. Azt le kell szögeznem, hogy a verseny eléggé a magyar tantervhez igazodik. Na most nálunk óriási különbségek vannak a Magyarországon érvényben lévő oktatási módszerekkel és rendszerekkel hazaiakhoz képest, a miénkhez képest, ezért gyerekeink részben hátrányból indulnak. Ezek a felkészítő hétvégék főleg arról szólnak, hogy ezeket megpróbáljuk ellensúlyozni, ezeket a lemaradásokat, és rámutassunk arra, hogy mire érdemes odafigyelni majd a teljes felkészülés folyamatában. Ugyanis a felkészülés az nem csak ebből a 3 hétből áll, a felkészülés tovább kell folytatni a gyerekeknek. Mi egy útmutatást adunk, egy kezdő löketet, ha úgy tetszik, és utána a földrajz tanárára, illetve a gyerekre hárul a fő feladat, hogy ezt a felkészülést ne hagyják abba.